Miután a hétvégén a magyar válogatott Európa bajnoki selejtezője miatt nem rendeztek fordulót, a labdarúgó élvonal együttesei közül többen, így a DVTK is edzőmérkőzéssel készült a bajnoki folytatásra. A Diósgyőr vendége a Vasas volt. A találkozó elején meg is szerezte a vezető gólt a házigazda, de a folytatásban már több hazai találat nem esett, a vendégek fordítottak és kettő egyre győzni is tudtak. De főként a fiatalokkal kapcsolatos tapasztalat tapasztalatszerzésen nagyon hasznos volt a 90 perc a Diósgyőri szakmai stábnak. A Diusgyőri keret nagy játékperccel rendelkező tagja a Lelátón, a többiek pedig a Vasas elleni csapat tagjaként készültek a bajnoki szünet miatt rendezett felkészülési mérkőzésen. Ahogyan azt saját közönség előtt kell, egy gyors gollal indította a DVTK, a kapu előtt keresztben elguruló labdát Lukács lőtte a golvonal mögé, 1-0 az ötödik percben. A jelentősen felforgatott 11-el pályára lépő házigazda kapuja előtt a 26. percben adódott zitszer, de jó volt a blokka lövésnél. Szinte az ellenakcióból egy hasonló szituáció alakult ki, de itt sem volt pontos a lövőmozdulat. Az első fél idő végén aztán jött az egyenlítés az ex Novotni Novotnyi fejesen nyomán. A második fél időben hét cserét hajtott végre a hazai kispad, és összességében hat fiatal kapott lehetőséget az akadémián nevelkedők közül. Sok információt gyűjtött be így a játékosokról Kuznyacov Szergely vezetőedző. A csapat viszont egy gólt kapott még újra egy szélről érkező beadást követően. Közel jártak a válaszhoz a diósgyűriek is, de csatári lövését fogta a vendégkapus de nagy mutatott be a másik oldalon a szintén csereként érkező Szentics kapus is. A 78. percben aztán rezdült a háló igaz csak oldalról Akolace lövése nyomán, majd a 90. percben Jurek középre lőtt labdája suhant el mindenki előtt, és így maradt a 2-1-es vasas győzelem a felkészülési mérkőzésen. Több mint hat játékost másik csapatból néztünk. Sajnos kikaptunk, a vereség a soha nem esik de elbonom. Nincs nagy következmény, mert a legfontosabb, amit elmondtam, a terhel is megkaptak, a játékosok, azok, akik a bajnokén keveset kaptak, itt volt lehetőségük bizonyítani, lehetőségük készülünk a bajnoki mérkőzésre. Ami pedig nem lesz könnyű, ugyanis a gyakorlatilag teltházas DVTK stadionban 22-én az FTC lesz majd az ellenfél.